És a könyvvásárral folytatjuk. Élő telefonos kapcsolatban vagyunk Káli Király István főszervezővel. Jó estét kívánok! Kezdi csókolom, jó estét minden kedves nézőnek! Még szűk 2 hónap van hátra a könyvvásárig. Mi az, amit már biztosan lehet tudni? Milyen stádiumban van a szervezés? Biztosan lehet tudni, hogy minden hely elkelt. Tehát volt egy olyan határozata a szervező romániai magyar könyves cégnek, hogy első menetben kiadókat szólítunk meg, és a maradék helyet osztjuk el a kereskedők között. Hát az idén örömmel jelentem, hogy valamennyi beépíthető felületet a kiadók foglaltak el a jelentkezésükkel. Idén lesz a 24. könyvvásár, az első óta felnőtt egy generáció. Változtak-e a célkitűzések? Most már nem cél az, hogy bevonzzák sem a kiadókat, sem az embereket a színház előterébe. Még mindig az a célkitűzésünk, hogy megmutassuk az erdélyi közönségének, főleg Marosvásárhely közönségének, hogy mi erdélyi kiadók képesek vagyunk európai színvonalú könyvet készíteni. Ez volt annak idején a vásár célja, hogy elnézést, idehozzuk azokat a könyveket, amelyek megmutatják, hogy milyen célt kell magunk elé tűznünk, milyen minőségi szintet kell elérnünk, ehhez zárkoztunk fel, és most már olyan gazdag a kínálat, amivel az erdélyi kiadók is kirukkolnak a marosvásárhelyi könyvvásáron, hogy nem lehet különbséget tenni az erdélyi könyvek és a mondjuk a magyarországi könyvek között. A vásár nemzetköziségét hát tulajdonképpen ennek a két országnak a részvétele biztosítja, de hát nagyon-nagyon sok olyan könyv is van, amit mondjuk Szlovákiában adtak ki, vagy Szerbiában, és hát ez is nemzetközivé teszi a vásárt, úgy szintén az, hogy két régi résztvevő, a Fisher International és az Oxford kiadó központ is részt vesz a vásáron a maguk idegen nyelvű könyveivel. Egyetlen célunk az, hogy örömet szerezzünk azoknak, akik szeretik még a könyvet, akik vásárolnák a könyvet, és akik tudják, hogy könyv nélkül nincs élet. Legyen ez a végszó, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.